ellenőrizzük a elem töltöttségét. Ezt megtehetjük az ellenőrző lámpákkal, vagy a régi típusú, vagy pedig az új típusú ellenőrző lámpával, mindegy melyiket használjuk. Használjuk most az újabbat. Az új készülékeken van egy visszajelző LED lámpa az elem sapka mellett, és ez narancssárga felvillanásával 10 másodpercenként jelzi, hogyha az elemet időszerű kicserélni. De ellenőrizhetjük az elem merülését azzal is a régi készülékeknél, ahol még nincs ellenőrző lámpa, hogy az ellenőrző lámpácskát rárakjuk a két pólusra, és belevisszük az impulzus zónába. Ekkor látjuk, hogyha folyamatosan leadja az impulzust a készülék, akkor az elem az még jó. Abban az esetben, hogyha ez az impulzus nem sorozatos, akkor időszerű az elem cseréje. Az elemsapkát a szedben lévő kis szerelőkulccsal tudjuk lecsavarni, illetve egy 5 forintos, 10 forintos érmével. Ne használjunk semmiféleképpen csavarhúzót, mert az megsértheti az elemsapkát. R12-es és R9-es készülékeknél az elemet úgy helyezzük be, pozitív végével belecsúsztatjuk a gyári elemet, az elemsapkát ráhelyezzük a tetejére, és egy negyed fordulatja belehelyezzük. Az impulzus erősségének beállítása. Az impulzus erősséget a mágnes segítségével tudjuk beállítani. Ezt a készülék mágnes kapcsoló részéhez kell érinteni, úgy, ami a LED lámpa alatt van a készülék oldalán. Amikor összeérintjük, az első fokozat az a fokozat, amelyiken éppen állt a készülék. Hogyha ezt folyamatosan elérintjük, akkor a szintek egymás után váltakoznak. Annál a színnél kell elvenni, amelyiken éppen a készüléket be akarjuk állítani. Az utoljára elhangzott sípszók száma jelzi a beállított szintet. Az R12M-es és R7M-es készülékeknél az elem behelyezését pozitív végével fölfele tesszük bele, az elemsapkát ráhelyezzük, és egy negyed fordulattal az elemsapkát rázárjuk. Az impulzus erősségének változtatása R12M-es, R7M-es készülékeknél. Az ellenőrző lámpácskának sarkában van egy mágnes, amit a készülék oldalánál lévő kis ablakocskához kell helyezni, a mágnes kapcsolóhoz. Amit összeérintjük, az impulzus szintet jelzi a LED lámpa. Ha elértük a kívánt szintet, elvesszük a mágnest, és az utoljára elhangzott sípszók száma jelzi a beállított szintet. A szintet úgy tudjuk ellenőrizni, hogy a mágnest odaérintjük a mágnes kapcsolóhoz, és elvesszük, így a beállított szint a 3-as szint ebben az esetben.